Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, üdvözlök mindenkit, én Sárosi Péter vagyok, Társaság a Szabadságokért drogpolitikai programját vezetem, és én fogom vezetni ezt a beszélgetést Gáborral. Bár azt gondolom, hogy sokaknak nem kell bemutatni Gábort, de azért mondok egy pár dolgot az életéről, ami azt gondolom, hogy önmagában is elég tanulságos. Gábor 1944-ben született Budapesten, és hát a nagyszüleit a holokauszban veszítette el. 1957-ben hagyták el szüleivel az országot. 56-ban. 56-ban? 77, jó. Na hát, a Wikipedia 57-t írna. Ezek szerint javítanod kell a biográfiára. De hát nem mindig lehet megbízni a Wikipédiában. És hát részt vettél a 60-as években a diák mozgalmakban, yeah. Kanadában, és hát először ugye angol nyelvet és irodalmat tanultál, tanárnak készültél, majd csak később valósítottad meg azt az álmodat, hogy orvos legyél. Sokáig dolgoztál a Vancouveri kórházban, annak is a palliatív ellátás osztályán, tehát a halálos betegekkel foglalkozó osztályán dolgozott. Majd pedig a Downtown Eastside nevű részén Vancouvernek, a keleti belvárosi részén a Portland Hotel Society nevű szervezetnek dolgozott Gábor, ahol a városnak a legkoncentráltabb intravénás drogfogyasztó népessége él. Igazából egész Észak-Amerikában, jól tudom, ott él a legtöbb intravénás drogfogyasztó, és TASZ egyébként erről forgatott is egy filmet, az Insight nevű drogfogyasztói szobáról, az ottani ártalomcsökkentő beavatkozásokról, és ott dolgozott Gábor. Igazából 90-es évek végén futottál be, mint bestseller író, tehát azelőtt nem nagyon nem jelentek meg könyveid. Az a helyzet, hogy éppen azért vagyok most itt, mert az első könyvem, ez a harmadik könyv, ami megjelenik Magyarországon, de Kanadában ez volt az első könyvem, a címe a Szétszórt elmék, ami a figyelmi hiány zavarról van szó, és amiből én voltam diagnosztizálva 52 éves koromban, és ez magyarázza meg egy, hogy miért nem kerültem orvosi egyetemre csak 28 éves koromban, egyszerűen nem tudtam koncentrálni, és kettő, miért nem írtam könyvet azelőtt. Csak akkor tudtam könyvet írni, miután megismertem a saját agyamat és a gondolkodás zavaraimat, akkor aztán le tudtam ülni és kezdtem írni könyveket, és ez lett aztán az első könyvem, ami most jelent este múlt héten. Szétszórt elmékről jut eszembe, hogy elfelejtettem mondani, hogy videófelvétel is készül erről a beszélgetésről, úgyhogy majd azt meg lehet tekinteni az interneten. Tehát igen, az első könyved, ami Amerikában először jelent meg, az most jelent meg igazából a harmadjára. Yeah. És ugye... Egyébként, bocsánat, kérdébe, a figyelmi állnak egyik tünete az, hogy még belekapsz a másik szavaiba. Látjátok meg egész este. És kb. 10 évvel ezelőtt, amikor Kanadában ez a könyv bestseller lett, egy magyar könyvkiadó megnézte ezt a könyvet, és aztán úgy határozta, hogy erre egy Magyarországon nincs szükség. Meg itten ez nem baj. Hát, meglátjuk, hogy ez igaz-e, vagy nem. És még másik két könyve is megjelent Gábornak magyarul. Az egyik az a Test lázadása címmel jelent meg, ami elsősorban stressz kérdésével foglalkozik, illetve a második az a Sóvárgás démona, ami a drogfüggőségekkel foglalkozik. Ezt itt Magyarországon biztos sokan megkérdezik tőled, amikor idejössz, hogy mennyire ismered Feldmár Andrást, aki szintén egy kanadai pszichiáter, és itt Magyarországon nagyon elismert hasonló dolgokkal foglalkozik. Hát először se én vagyok pszichiáter, se ő pszichiáter. Orvos. Ő nem orvos, ő pszichológus. Én egy orvos vagyok, tehát nem pszichiáter. Ismerem az Andrást. Kb. 90%-ban egyedítünk egymással, de az a 10%, amiben nem, az a legfontosabb. Mi az a 10%? Csak majd kíváncsi vagyok. Tudod, ezt mondjuk nem fikáljuk nagyon. Ez egy benyomásom az én részemről, hogy ha már az igazságot akarom mondani, mikor én rájöttem arra, hogy nem vagyok olyan épeszű és
egyensúlyozott ember, mint szerettem volna hinni, akkor az Andráshoz jártam egy több évig, és sokat tanultam tőle, sokat segített nekem, de egy bizonyos ponton úgy találtam, hogy ő meg van gátolva valahogy, az ő képessége arra, hogy engem segítsen, mondjuk meg volt akadályozva, és akkor viszontlátást mondtam neki, és ezt nem fogadta nagyon jó néven, és azóta nem beszélünk egymással. Tehát, de többet nem akarok erről beszélni, inkább azok, akik érdekli az ő munkájuk, az enyém, megnézhetjék saját maguknak, hogy melyikbe találnak fantáziát. Mondom, sokan nagyon megegyezünk, de az a 10%, amely nem egyezünk be, az én szerintem nagyon fontos. Lehet, hogy feldolgozzátok valami pszichedelikus terápián ezt a dolgot. Nem olyan érdekes, hogy fontos, hogy mi megegyezünk egymással. A mai témánk az, hogy a pszichedelikus gyógyászat, pszichedelikus növényeknek a felhasználása gyógyászati célból. És én onnan közelíteném meg ezt a dolgot, ezt a kérdést, hogy az a mód, ahogy te a betegségeket látod, az alapvetően eltér attól, ahogy a modern nyugati orvostudomány látja a betegségeket. Mi az, amiben a te látásmódod különbözik ettől? Az orvosi gyakorlat, nem az orvosi tudomány, hanem az orvosi gyakorlat szétválaszza a testet a szívétől, a testet a lelktől, a testet az érzelmi életünktől. Pedig én úgy láttam, mint orvos, több évtizeden keresztül naponta láttam, hogy mondjuk a keleti hozzáállás, a kínai orvosság, a kínai orvostannak és az indiai ayurvédik orvostannak, és emellett a benszülöttek, shamanik orvosainak a kilátása szerint a lélek és a test nem elválasztható. És a tragédia az, hogy a orvos tudomány maga a kutatás, ez nagyon tisztán kimutatja, de az orvosi gyakorlat, a praxis ezt nem veszi figyelembe. Tehát például, hogy kikap rákot, az nem véletlen, és az nem genetikus. Például, hogyha megnézzük a mellrákot, akkor látjuk, hogy vannak gének, amik mellrákot okoznak, de minden 100 nőből, akinek mellrákja akad, csak 7 hordja ezeket a géneket. 93%-ból nem. És még abból a 100-ból is, akik mind a 100-nak megvan ez a génje, nem mindenki fogja a betegséget megkapni. Tehát a gének közel se olyan döntők, mint az orvosok hiszik. És amikor megnézzük az életüket ezeknek a nőknek, vagy akárkinek, akinek rákja van, vagy autoimmun betegsége van, vagy más baj van, találjuk, hogy egész életünkben bizonyos stresszek alak voltak, ilyen belülről forradó stresszek, amik gyerekkorban kezdődtek, és általában lelkileg, érzelmileg elnyomják saját magukat. Miért nyomják a saját magukat? Mert így kellett megférni a környezetükkel gyerekkorban. Tehát például, nem tudom, ismeritek, biztos ismeritek, de Woody Allen-t, az amerikai szín igazgatót? Rendezője. Ő egyszer azt mondta, angolul mondom, aztán lefordítom, hogy a Péter segítségével, hogy I never get angry, I grow a tumor instead. Én sose leszek haragos, én inkább egy daganatot növekek. Ez így mondják? Ja. Igen. És általában, nem általában, ezt a kutatást és az én tapasztalatom is kimutatja, hogy a rákosok azok, akik a dühöket és a haragokat lenyomják, és ez befolyásolja az immunrendszert. Mert mivel nem lehet a testet elválasztani a lélektől, a szikétől, hogyha érzelmileg lenyomjuk magunkat, az fizikailag is lemondja az immunrendszert. Tehát azoknak, akik például gyerekkorokban úgy voltak nevelve, hogy nem szabad dühösnek lenni, mert jó gyerek, vagy jó kislány főleg, sose dühös, sose haragud senkire. Mert hogyha igen, akkor nem fogadjuk el téged, mint egy szerető méltó gyerek, akkor a gyerek szükséges arra, hogy tudat alatt lenyomja a haragát. És ez az élethosszú szokás, ami a tudat alatt van, ez aztán destabilizálja, zavarja azt az immunrendszert, és aztán ez a nő, vagy a férfi, aki, az a fiatal képe felébe rák.
Tehát ezt a kutatást nyíltan kimondja. Volt például egy tanulmány Amerikában 5-6 évvel ezelőtt, hogy megnéztek 1700 nőt, azt hiszem 10 éven keresztül, és úgy találták, hogy a 10 év után azoknak a nőknek, akik boldogtalanul házasodtak, de nem fejezték ki az érzelmeiket, elnyomták az érzelmeiket, 4-szer akkor volt az esete, vagy esélye arra, hogy meghalnak, mint azok a nők, akik szintén boldogtalanul házasodtak, de kifejezték az érzelmeiket. Tehát a különbség nem a boldogság volt, hanem az önkifejezés, az érzelmi kifejezés. Tehát ez megmutatja, hogy az érzelmi életünket nem lehet elválasztani a fizikai állapotunkról, és ezt a sajnos az orvosi hozzáállás nyugaton belét Kelet-Európába is, ezt nem veszi tudomásról. Annak dacára, hogy a tudomány ezt kimutatja. És ez a különbség mondjuk közöttem, és az általános orvosi álláspontra. Mikor például a drogfüggésről beszélünk, ami szintén a legutolsó könyvnek a témája, megint az orvosi gondolat, mert az, hogy ezek genetikus, 50%-ig genetikus betegséget jelent. Tehát én szerintem még 5%-osan se genetikus. Annak dacára, hogy generáció után lehet egy ugyanabba a családba fellépni, de az nem azt jelenti, hogy ennek genetikai oka van. Mikor megnézik, hogy kik azok, akik drogfüggősek lesznek, majdnem kivétel nélkül azok, akik gyerekkorukban súlyos traumát szenvedtek, és ez a trauma, mit jelent a drogfüggés? A drogok mind úgy szerepelnek, mint fájdalomcsillapítók. Sőt, kifejezetten a narkotikumok, illetve az opiatorvosságok, amik a opiumból származnak, köszönöm. A morfium, a kodein, stb. Ezek kifejezetten fájdalomcsillapítók. A kokain egy fájdalomcsillapító, egy ideg érzéstelenítő. Az alkohol egy fájdalomcsillapító. Tehát az első kérdés, amikor meg akarjuk érteni a drogfüggést, nem az, hogy miért a drogfüggés, hanem miért a fájdalom. És a gének nem mondanak semmit a fájdalomról. Hogy a embernek a fájdalmát meg akarjuk érteni, akkor meg kell nézni az életét. És Vancouverban 12 év alatt munkámat a drogfüggésekkel, én egyetlen nővel sem nem találtam, aki nem volt szexuálisan bántva gyerekkorában. Én kivétel nélkül. És a férfiak is bántották, verték, ütötték, elhagyták őket. Ez nem csak fájdalmat iktat be az idegeinkbe, hanem az agynak a kifejlődését is súlyosan megzavarja. Tehát ez az ember, aki először morfiumot, vagy alkoholt, vagy nikotint tapasztal, most hirtelen sokkal jobban érzi magát, és ez lesz a drogfüggő. És ezek az emberek, akiket a felvilágosult világban, Amerikában, és itt Magyarországon is büntetjük azzal, hogy kizárjuk őket a társadalomból, üldözünk őket, és börtönbe teszik őket. Miért? Mert gyerekkorukban szenvedtek. Tehát ezzel is különbözök a orvosi kollégáimmal. Sokat beszélsz a koragyermekkori agynak a fejlődéséről. Miért olyan speciális időszak ez? Miért nem mondjuk a 8 és 10 évkori, vagy a 13-14 évkori agyfejlődés számít? Miért gondolod, hogy pont a korai gyermekkor az, ami a legfontosabb? Mert az első években történik az agynak a legfontosabb fejlődése. Az emberi agy, ezt a tudomány meg kimutatta, ezt én nem tudtam, mint orvos, ez fogalmasabb volt erről. Véletlenül találtam ki. Épp amikor, mikor figyelmi zavarral kezdtem foglalkozni. És ha megnézzük egy lót például a születésnek az első napján, mi különbözteti a lót az embertől, hogy a ló már futni tud az első napon. Az azt jelenti, hogy az agyfejlődés, idegrendszeri fejlődés, ami a lóba, még a méhbe történik, az emberben nem történik csak 18-24 hónapig. Az azt jelenti, hogy a ló egy másfél-két évig előttünk áll az agy fejlődés szempontjából. Most miért? Ez az evolúció.
felelős erre, mert ahhoz, hogy mi emberek legyünk, az éppen az különböztet meg minket a másik állattól, hogy az agyunk, főleg a prefrontális kéregünk sokkal nagyobb. És ez azért van, mert elkezdtük a forepaw, elkezdjük a kezeinket használni, mint kezek. Nem, hogy járjunk rajta, hanem mint kezek használjuk, emeljünk dolgokat, manipuláljunk dolgokat, stb. És hogy ez, erre képesek legyünk, az agy egyre is nagyobbra nő, ahogy az evolúció alatt. De ahhoz, hogy felhasználjuk a kezeinknek a kapacitását, ahhoz két lábon kell járni. És ahhoz, hogy két lábon járjunk, a medence csatornának keskenyebbnek kell lenni. De most ez mit jelent praktikusan a szülésnek? Azok a nőkik, akik szültek már gyereket, pontosan tudják, hogy ez mit jelent, mert már a szülés pontjában is, időjére is, a fej a testnek a legnagyobb része. Tehát, hogy valami, ha valami megakad a medence csatornába, az a fej lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem várhatunk addig, amint a ló a méhbe, ki kell jönnünk sokkal éretlenebbek, mint a másik állatnak, az azt jelenti, hogy a fejfejlődésünk, az agyfejlődésünk nagy része kívül kell történni. Tehát 80%-a a méhen kívül történik, és főleg az első 3 év alatt. A 3 év vége felé a mi agyunk már 80-90%-ban olyan nagy, mint a felnőtt agy, de a testünk csak 18%-a olyan nagy. Na most nem, nincs akkor befejezve, hogy teljesen kifejlődött az agy, szerencsére ez folytatódik sokkal tovább is, de azok az első 3 évek borzalmasan fontosak. És az is tudva van most már, hogy a legfontosabb tényező, ami befolyásolja az agynak a fejlődését, az a érzelmi viszony a szülőkkel, a felnőttekkel. És az agynak a normális, egészséges, optimális fejlődéséhez arra van szükség, hogy a környezet, a szülőnek az érzelmi környezete minél lehetőségben depressziósmentes, stresszmentes, és a szülők képesek ahhoz, hogy összehangolódnak a gyerekkel. Na most azok az anyák például, akik depressziósak a gyerek első évébe, azoknak a gyereke sokkal inkább lesz figyelmiányos. Azoknak a gyereknek, ha megnézzük a kis majmokat, és megmérjük az agyukba egy bizonyos vegyületet, a dopamint, ami a motivációról és a figyelemre nagyon fontos, amit egyébként a kokain vagy a nikotin táplálnyozik, vagy a supplant. Tápláljon. Megnézzük a gyereknek, a kis majomnak a dopamin adagját az agyába, aztán elválasztjuk a gyereket az anyától, egy hét múlva a dopamin színje már nagyon lemegy. Tehát az ember a neurológus anyagainak a kifejlődése a kapcsolat a szülővel szükséges. És például volt a Seattle-ban egy tanulmány 6 hónapos gyerekeknek. Így elektron kell fogalán készítettek róla, tudja ez az EEG. És ami megméri az áramhullámokat az agyba. Na most 6 hónapos korban nézték meg azoknak a gyerekeknek az áramhullámait, akiknek az anyjuk depressziós voltak, és összehasonlították azok a kisbabákhoz, akinek az anyja nem volt depressziós. És a gyerek áramhullámáitól lehet látni, hogy kinek az anyja volt depressziós. Tehát az a viszony, az a kapcsolat a szülővel nagyon-nagyon fontos. Ezzel nem vádolom a szülőket, mert persze senki anya, soha még anya, aki elhatározza, hogy ma depressziós leszek, hogy a gyerekeimet elrontja. Ezek nem tudatos dolgok, de a tény az, hogy minél több a stressz, vagy a bántás, vagy a érzelem hiány a környezetben, annál inkább el van torzítva a gyereknek az agyfejlődése. És ma reggel, ha mondhatom ezt, ma reggel Vadász utcában meglátogattam egy kis múzeumot, amit az Üvegháznak hívják. Az Üvegház egy ilyen üveggyár volt a háború előtt, és ebben a házban, most nem fogom elmesélni az egész történelmét, de ebben a házban svájci védelem alatt
körülbelül 2000 zsidó élt a háború vége felé, borzalmas körülmények között, de legalább óvták őket a haláltól. Na most, ha bemész oda az üvegházba, a kis műzőmbe, látod a nevemet a falon. Mert ott éltem anyámmal december és január 44-45-ben. És úgy mondjam, a szar folyt a földön, 2000 embernek nem volt elég WC latrina. Elképzeljék a körülményeket. Ilyen körülmények között éltem át az első évemet, és maga a figyelem, hogy a figyelem hiánya nem egy betegséget jelent, hanem egy önvédelmet jelent. Mert hogyha túl sok stressz van a környezetben, akkor én vagy megváltoztatom a környezetet, a körülményeket, vagy elmenekülök. De hogyha nem tudok menekülni, és nem tudom megváltoztatni a körülményeket, akkor mit csinálok? Akkor az agyam elvándorol máshova, hogy ne szenvedjek annyit. És ez akkor történik, amikor éppen az agyam fejlődik, oda jutunk ki, hogy 52 év múlva diagnosztizálnak figyelmiánya. Ami úgy kezdődött, mint egy védelem a sok stressz ellen. Ez teljesen megérthető, nincs semmi varázs, és semmi csoda, de ezt sajnos az orvosok nem értik. És mit gondolsz azokról a gyógyszerekről, amelyekkel kezelik a figyelemhiányos gyermekeket, főleg ilyen stimulás? Ez érdekes kérdés. Ezek az orvosságok, például a Ritalin vagy a Dexedrine, ezek stimulás orvosságok, és emelik ennek a dopaminnek a színjét az agyba. Épp az a dopamin, ami hiányzott első gyerekkorban, mert túl sok stressz volt. Ezeket pótolják, ezt a szót kerestem az előtt, pótolják. Na most persze, hogyha megnézzük a drogfüggést, a nikotin, a kafein, a kokain, a kristály meth, ezek mind stimulások, és ezek mind a dopamint emelik az agyba. És a drog a függősöknek egy bizonyos kisebbsége, de elég nagy kisebbség, kb. 30%-a önkezelést végez a stimulás orvosságokkal, például a dohányzók között nagyon sokan vannak ezzel a bajon, és a maga nikotin egy önkezelés, mert nem megnyugtatta őket. Tehát az orvosságok segíthetnek, de nem ez a válasz, mert az orvosságok a tünetekre segítenek, de nem az alapvető bajra. Viszont azt mondod, hogy vannak olyan szerek, vagy olyan tradicionális növények, amelyek viszont megtörhetik ezt az ördögi kört, és segíthetnek ezekben a helyzetekben. Igen. Te hogyan találkoztál ezekkel? Miután Kanadában megjelent a negyedik könyvem, ami egyén Magyarországon a Sorvágás Démona címmel volt lefordítva magyarra, az angol címe In the Realm of Hungry Ghost, az éhes szellemek birodalmába. Az a szenvedély betegségről, és egyre többen és többen kérdezték tőlem, hogy mit tudok az úgynevezett ayahuasca-ról, ami egy dél-amerikai növény az Amazon tájáról. Mit tudok erről és a szenvedély betegség gyógyításáról? Hát persze én, mint tipikus orvos, nem tudok arról semmit. És egyre is többen kérdezték, hogy mit tudok, hagyjadok már végén, nem tudok semmit. Már kezdett ingerelni az a vagy, mit kérdeznek ezzel a hülyeségben, hogy milyen az ember. Amíg aztán rájöttem, hogy itt esetleg a sors kopor az ajtón, valamit esetleg meg kellene tanulnom itt. Aztán valaki felvilágosított, hogy nem kell mennem Amazonba, hanem Vancouverbe jön egy peruvai sámán, ahol tudom tapasztalni saját magamnak az ayahuasca hatását. Hát... mondtam, ez megint a sors, dorombol az ajtómon, hát elmentem a ceremóniára, és ott ültük egy nagy sátorba, kb. 40-en, bevettük ezt a fertelmes ízű folyadékot, nem élmény ezt lehet meginni, és aztán elkezdtek énekelni spanyolul és indián nyelveken, délamik indián nyelveken. Egy óra múlva ott ülök, és érzem, hogy csorognak a könnyeim, és a szívem teljesen nyílt,
és egy borzalmas, nem borzalmas, de egy nagyon mély és világszorító, világölelő szeretetet érzek. És megéreztem, hogy mennyi szeretet van bennem, amit általában nem érzek. Azért nem érzek, mert az első évemben nem azt mondja, hogy anyám nem szeretett, de mivel ő annyira depressziós volt, és szorongott, és gyászba volt az ő szülei halála miatt, hogy egyszerűen nem tudott vidám lenni, nem tudott rám mosolyogni, nem tudott engem velem összehangolni. Tehát, és aztán, mikor egy éves voltam itt a Vadász utcában, egyszer kiment az utcára, vagy december végén, vagy annál eljönszem december utolsó napjában, és átadott egy teljesítékennek, egy keresztény nőnek, és azt mondta, hogy legyen szíves, vigyél ezt a babát, ezt a csecsemőt, mert én nem tudom az életét biztosítani. Tehát akkor két hétig nem láttam anyámat, és ezzel megtanultam, hogy a szívem nyílt, a szeretettel szembe, akkor csapást fogok érezni, akkor bántva leszek. Tehát inkább az zárkózok a szeretet ellen. És ez megtörténik mindannyiankkal, annak dacára, hogy nem ilyen dramatikusan rosszak a körülmények, de ez a csapást mi minden kapjuk, és akkor lezár a szívünk, de csak a szívünk. És de most kinyílt a szívem, és jeleztem a szeretetet, és be is láttam, hogy milyen sokszor az életemben elárultam a szeretetet, mert féltem, nagyon féltem. És a félelmemről mondok valamit később, egy másik orvossággal kapcsolatban. És akkor beláttam két dolgot, hogy ez miért tud segíteni a szenvedő betegségektől el, de nem csak azzal, hanem minden betegséggel. Mert először is beláttam, hogy milyen módon menekülünk mi a szeretettől, és ezek a módok, ahogy mi menekülünk, ezek okozzák a diszfunkciókat mindannyiunknak. És kettő, hogy az a szeretet, amitől menekülünk, nem kell menekülni, mert bennünk van. Tehát nem kell a külső világtól várni és aztán bezárkózni előtte, hanem az itt van a szívünkben mindig. Csak féljük érezni. Tehát láttam, hogy mi hogy futunk ettől, és azt is láttam, hogy nem kell futni, senkinek se kell futni. És rögtön láttam a fantáziát, és egyszer megértettem, hogy miért kérdezték tőlem annyian, hogy mit tudok erről. És azóta dolgozok az ayahuascával, és a betegségeknek, és a függőbetegségeknek a kezelésével. Azt mondtad, hogy ez igazából nem egy drogélmény volt neked, vagy élmény volt, hogy mennyire fontos a szertartás része, és mennyire fontos maga a szer? Ja. Érdekes ez a szó, hogy szertartás, mert tartja a szeret, tudod? És mint a magyar nyelv nagyon érdekes. Például nem tudom, ti erre gondoltok, mint magyarok, de mit jelent, hogy egészség? Az egészség. És mi a betegség? Akkor, amikor nem vagyunk egészek. Akkor, amikor elválasztjuk a lelkünket a testünktől. Tehát a szertartás tradicionálisan, hagyományosan az Amazonban, ez nem úgy használható, hogy itt ez az ország, menj haza, és szedd be, és akkor jó lesz minden. Hanem egy ilyen ceremónia, ceremonius formába intézték a dolgot, és sokszor a paciens nem is szedi be ezt az anyagot, hanem a sámán szedi be. És az orvosságnak, illetve a medicinának, vagy az anyagnak a hatása alatt, igen, hogy mondjam valamit az ayahuascáról. Az ayahuascáról két növény van. Egyik maga az ayahuasca, és a másik pedig egy zöld levél, amin az anyag, hogy chakruna. És amikor ezt elkészítik, felvágják, darabolják, aprólékozzák ezt az ayahuascát, és összekeverik a chakrunával, és 8 óráig kavarják forró vízbe, így kapják ezt a föltelmes ízű folyadékot, amit aztán mi lenyelünk. És ez adja ezt a hatást. Na most, mikor megkérdeztem, meglátogattam Perút, és beszéltem ilyen sámánokkal, és kérdeztem tőlük, hogy ti honnan tudtátok, hogy a 80 ezer növényből az Amazonban pont ezt a kettőt össze kell keverni, kavarni, és pontosan 8 óráig kell forralni, mert ha egy modern
drug készítő, orvosság készítő laboratórium, a legmodernebb számítógépekkel és mechanizmussal felszerelve ezt megpróbálna másolni valahogy, ezer évig nem találnak meg pontosan a kombinációt. Hát megjelenti, hogy találtok meg? Azt mondták, hogy megsúgták a növények. Csak meghallgattuk a növényeket. Na most, ezt én orvosi fejjel nem értem, de vagy emberi fejjel meg tudom érteni. Tehát, hol voltunk egyébként? Ez a figyelmi hiány. Figyelmi hiány, igen. Szertartás, tehát mennyire fontos a szertartás? Ja, szóval, a szertartás eredetileg abból áll, hogy a sámán beveszi ezt az anyagot, és az anyagnak a hatása alatt belát az emberek lelkébe, és úgy tud nekik segíteni, megmondja nekik, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy az egészségeket visszanyerjék, hogy megint egészségesek legyenek. Most már mindenki beszéli, a sámán és a nem paciensnek hívjuk, hanem a résztvevők, a szemának résztvevők. De ez megint nem csak abból áll, hogy beszélsz valamit, aztán passzívan ott ülsz, hanem a sámánok énekelnek, dalolnak, és azok a sámánok, akikben én nem vezetem ezeket a ceremóniák, én nem vagyok sámán. Tehát ez nem az én szerepem. Az én szerepem valami más. De a sámánok, akivel dolgozok, azok fél óra után, csendes meditáció után elkezdenek énekelni, dalolni. Olyan dalokat, amik éppen abban a pillanatban úgy látják, hogy szükségesek. Ezek a sámánok, ott a sötétbe ülünk, de ők látják, érzik, hogy mi történik, kiben, kinek a lelkében, mikor, egész éjszaka alatt. Ez nagyon pontosan látja. Ezt tudom, mert nekem is mondták, hogy mit láttak benne. És olyan dalokat énekelnek, ami éppen pontosan abban a pillanatban szükségesek. És a gyógyulás, vagy a belátások, önbelátások nem csak azért történik, mert beszélted ezt a szert, hanem azért, mert a szertartás alatt valahogy nem csak a saját tapasztalatomról beszélek, nem csak a szer hozta nekem a látomásokat és a belátásokat és a szív nyíltságot, hanem a dal is és a ceremónia és az, hogy ott voltam egy csoport emberrel, akik ugyanazon az úton törekedtek, mint én. Ja, az a tapasztalat, hogy az ilyen szertartásokon a fizikai reakció az embereknek eléggé mások. Tehát van, akit nagyon megvisel ez a hányás része, van, akit kevésbé. Ja. Neked mi a tapasztalatod ezzel, hogy... Tényleg változó. Nem csak változó egy bőrtől a másikig, hanem változó egy embert egy szeremoniától a másikig. Tehát van, amikor én tényleg sokat okádozok, aminek megvan az okja, a okádozásnak megvan az okja persze. És máskor kevesebbet, vagy egyáltalán nem. De mondom, általában, hogy művelk ezt a rollercoaster-t? Hullámvasút, ja. Tudod azt az érzésük, a hullámvasúton ülsz, és lefelé zuhansz, és megesküdöd, hogy ha ezt túléled, még egyszer ezt nem teszed. Hát kb. Úgy érzem magad minden ceremónia alatt. Mert sokszor rosszul érzem magad fizikailag, és mondom, nem kellemes, aztán jobb lesz később. De vannak periódusok, vannak időpontok, amikor tényleg az ember szenved. És persze menjénk, ennek a szenvedésnek rezisztáljuk, ellenállunk, annyi inkább szenvedünk. De mondom, ez változ egy emberről a másikig, és egy ceremóniától a másikig mindenkivel. De nem, tényleg nem teljesen egy élmény, és épp azért, mikor az emberek kérdezők tőlem, hogy ez egy függőség is lehethető az oldalán, nem, ki fog attól függni? Ki lesz szenvedélybeteg egy olyan szerre, ami hasfájást és hányást okoz? Tehát ebbe a szerbe senki sem meneküljön,
hogy valamiféle kellemes érvénye legyen. Na lehet, hogy lesz, de lehet, hogy az ellenkezője lesz. Van egy másik növény is, az Afrikából származik, és ezt említetted nekem, hogy erről is szeretnél beszélni. Yeah. Ezekkel milyen élmény, mi az a növény, és milyen élményeid vannak vele? Hát van több növény, tulajdonképpen több anyag, ilyen sámánik anyag, amiről beszélhetnék, nem csak az ayahuasca, mert világszerte a hagyományos patika sok növényel dolgozik. Gombákkal, növényekkel. Miért például a dohány, ami a nyugati világban egy szenvedélybetegség lehet, az indiánok Amerikában, illetve a, nem indiánok, nem indiaiak, de az amerikai benszülöttek ilyen ceremoniás módon használták. És még mindig használják. És ettől nem betegednek meg. De van, ha a szenvedélybetegségről beszélünk, van egy Afrikában egy növény, gabonda, amiről szintén nem tudtam semmit kb. 2 évvel ezelőttig. De megint kezdtek érezni, hogy mit tudsz a jövőgénről, most már ezt a dalat már hallottam, azelőtt mondom. Ezt is megpróbáljuk. Az ibogainnek megvan az a majdnem varázsos hatása, hogyha valaki egy opiát addiktus, például a morfinra, a heroinra, morfinra, heroinra. Persze, amit tudjátok, hogyha az ember hirtelen abba hagyja, akkor borzalmasan elbetegedik. A withdrawal, az mit lenne? Visszavonás? Elvonási tünetek. Elvonási tünetek, ja. De hogyha a ibogént beszeded, még évek, azután, hogyha éveken keresztül, 10 évig tovább szedted minden nap a heroint, beszedez megint, csak, nem csak saját magaddal, hanem a segítséggel és vezetőség is, és valaki kalauzza téged. Beszeded az ébogaint, nincsenek elvonási tüneteid. És nekem vannak pacienseim, akiknek ez literally kifejezetten megmentette az életét. Mert így hagyták abba a heroin függéségét, hogy az ibogént szedték. Na, ez se kellemes. Mikor beszedett az ibogént, ez még feltelmesebb, mint az ayahuasca, sokkal. Mert egyszerűen meg persze én nem javaslok semmit senkinek, én nem próbáltam én meg. Tehát megpróbáltam. És 6-8 óráig effektíven alig tudtam mozogni, vécére sem tudtam menni, annyi, hogy két ember segített, tehát teljesen neurológus szempontból teljesen tehetetlen lettem. De utána egy gyönyörű nyugalom szállt rám, ami hónapokig tartott, mint ahogy újra születtem volna. Azóta is részt vettem ilyen szertartásba az évugaimmal, legutoljára egy évvel ezelőtt. És tényleg nagyon jó hatása. Nem olyan erős adag, mint akkor először szedtem. Az ibogain az iboga a növénynek a extrakt kivonása, vagy? Kivonat. Kivonatja. Az iboga maga az nem olyan erős, mint az ibogain. Tehát a ceremónia, amiben én részt vettem legutoljára, az ibogén, az ibogával volt. És a nyugati orvostudománynak közel sincs semmi, még távol közel sincs semmi, ami meghasonlítaná az ibogének a lehetőségeit. És persze orvosok nem tudnak róla semmit. Mint én sem tudtam. Magyarországon egyébként éppen most tiltották be nemrég egy éve, azt hiszem, az ibogének. Jó úton vagyok. Miért tiltották be? Mert esetleg segítenek. Ez nem szabad. Ha jól tudom, akkor Kanadában is voltak elég negatív reakciók a sajtóban és a politika részéről arra, amit csinálsz. Nem a sajtóban, hanem inkább az egészségügyi hatóságok. A kanadai televízió, a CBC, a Canadian Broadcasting Corporation készített egy dokumentári filmet az én munkámról, az ayahuascával. És tényleg kimutatta, hogy többek között, hogy van egy, mutatott egy
kanadai benszülött nőt, 34 éves nőt, Cynthia a neve. Most ezt kell tudni, hogy mitől kell mondani, tegnap este sétáltam a Dunaparton, ahol valószínűleg legtöbben tudjátok, van egy műemlék a Róma áldozatainak, a névet népításnak. Látjátok ezt a művet? Roma holokauszt emlékművére gondolsz? A Néru parton van, ahol Roma holokauszt. Ja, igen, Roma emlékmű. Na most azon a műemléken mind a két oldalon borzalmasan durva, nem fogom itt idézni, szavak vannak oda festve. Kanadában a benszülöttek játsszák körül azt a szerepet, amit itt a rómák játszanak, nem abban a szempontból, hogy sok elnyomást szenvedtek, és fajgyűlöletet, és többek között a gyerekeket egy 100 évig elvették a szülőktől, és forszorozták őket, hogy úgynevezett residential, vagy bentlakó school. Bentlakásos iskola. Bentlakásos iskola, ahol meg voltak tiltva, hogy a saját nyelvüket beszéljék, ahol ütték, verték őket, és szexuálisan bántalmazták őket generáció után. Na most mi ennek a hatása, mint ahogy elválhatjuk, a hatása az, hogy az öngyilkosság, az elmebetegség és a drogfüggés, alkoholizmus sokkal magasabb közöttük. Kanadában ők a lakosságnak 2-3%-át reprezentálják, de a börtönekben több mint 30%-át. És mert az a baj, hogy amikor a gyerekeket elveszik a korai korba a szüleiktől, ők nem tanulják meg, hogy kell gyerekeket nevelni. És ha ők bántalmazva vannak, akkor ők is bántalmazzák az ő gyerekeiket. Tehát ez a Cynthia is szexuálisan bántva volt, és éppen egy ayahuasca ceremónia alatt jött rá, hogy mi történt vele, maga jöttek vissza az emlékezetei, hogy mi történt vele kis gyerekkorában. Na most, ez a nő az ayahuasca segítségével befejezte a drogfüggését. Na most erről volt egy dokumentári film, ami megjelent, amit vetítettek nemzeti televízión, és ezzel kapcsolatban kaptam egy levelet az egészségügyi hatóságtól, hogy ezt hagyja abba, mert ez nem legális, ez nem törvényes, és ha folytatja, akkor majd a rendőrséget fogjuk hívni. Hát ez volt a tapasztalatom. Erre megígértem, hogy abba hagyom. Megígértem. És ez volt a tapasztalatom. Ez ott is be van tiltva. Miért van betiltva? Maga az egészségügyi hatóság is bevallja, elismeri, hogy nem veszélyes, és hogy nem okoz függést. Tehát ez teljesen egy bürokratikus valami, mivel az anyagjai, hogyha szeparáljuk őket törvénytelenek, tehát az egész törvénytelen, annak dacára, hogy semmi, abszolút nem káros. Majdnem nem káros. Beszélik a káról esetleg, de sőt, közel sem olyan káros, mint a legtöbb orvosság, amit mi naponta kiírunk az embereknek. Ennek dacára törvénytelen. És látom, Magyarország is épp olyan okosan csinálja a dolgokat. Egyébként Kanadában az ibogain maga nem ír, eddig még nem. Eddig még nem, de majd várunk, hogy lesz törvénytelen. Mostanában úgymond reneszánszát élik a pszichedelikus drogokkal kapcsolatos kutatások. Mennyire látod annak az esélyét, hogy ezek a gyógymódok előbb-utóbb beépülnek úgymond a mainstream gyógyászatba, lesznek mondjuk olyan klinikai vizsgálatok, amelyeken ez keresztül megy, és akkor ugyanúgy be fog épülni a gyógyászatban, mint egy aspirin és egy penicillin, vagy pedig úgy gondolod, hogy ez mindig egy ilyen határvidéken marad ez a gyógyászat az orvoslásnak? Az igaz, hogy egyre is több és több kutatás van ezekkel a szerekkel, és az eredmények nagyon jó irányba mutatnak. Egyébként nekem, én megvallok valamit, engem nem érdekel a kutatás. Miért nem érdekel? Mert már tudom, hogy mi segít és mi nem segít. Mi kell nekem tudom a kutatás. Én látom a saját szemeimmel.
több emberben is drogfüggősége, vagy szerencsejáték függősége, vagy sokkal jobban áll a rákjához, vagy a idegrendszeri betegségéhez, mint az előtt. Mit kell nekem, amíg várok én, hogy a tudományos tanulmányok beérkeznek, akkor már, mint az apám szoktam mondani, már alulról fogom szarni a világokat. Tehát én erre nem várok. De emellett tényleg jó lenne, hogy több ilyen tanulmányozás lenne, és sokan, például voltam most májusban egy ilyen konferencián Kaliforniában, ahol összegyűlt sok tudós, és pszichiáter, és pszichológus, és kutató, éppen erről a témáról. A baj kettő, egyik az, hogy a kormányok teljesen ma volt egy cikk a Népszavában, a Népszavának az első lapján. Elfantáziált az író, hogy egy magyar miniszter, kormányminiszter hirtelen elbetegedik, vagy megsérül, és jöttek a mentők, és viszik hova? A futballstadionba. Miért? Mert erre költik a pénzt. És az egészségügyről pedig visszavonják a pénzt. És egy miniszter tényleg azt mondta, hogy a futballstadion is egy egészségügyi intézmény. Ezt mondta egy magyar kormánynak egy minisztere. Hát ebből a cikkbe ezt a minisztert a futballstadionra viszik, amikor megbetegedik. A baj az, hogy a politikusok általában nem 100%-ban, de mondjuk az, hogy 99.99%-ban teljesen el vannak zárva a bizonyítékkal szemben. Tehát amit a tudomány kimutat, azt egyszerűen nem akarják tudomásul venni. Nem akarnak tudni a tudományról. Mert vannak az elfogottságai, és a mindent rövid távon nézik, és félnek az ismeretlentől. Értelmesen félnek az ismeretlentől általában. Ez nem csak Magyarországon így van, ez mindenütt így van. Tehát több példányt tudok arról mesélni, nem fogok, de besélnék, hogy bemutatjuk a kormánynak a bizonyítékokat, a tudományos bizonyítékokat, de az abszolút nem befolyásolja az ő hozzáállásot. Ez az első gátlás, akadály. A második az, hogy ez sajnos ugyanez igaz az orvostanról is. Mert minden, amit mondtam az emberi agyról, és az ember fejlődésről, és a betegségről, a tudomány is kimutatja. De a kollégáim, nem mindenki ide, de mint egy tömb, nem bírják ezt felfogni, sőt félnek tőle. Tehát én nem várom, hogy nagyon gyorsan a dolgok meg fognak változni. Nem az én életemben. És emellett hozzájárul valami más is. Az ayahuasca-t például nem lehet úgy tanulmányozni, mint egy gyárult orvosságot. Mert amikor a sámán kitölti nekem az ayahuasca teát, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi van benne. Ezt nem lehet egy tablettába tenni, illetve lehet, de akkor nem lesz ceremónia. És ez nem csak az orvosság számít, hanem a ceremónia is számít. És hogy fogod ezt tudományos módon tanulmányozni a ceremóniát? Tehát azt, hogy ezeket a keleti vagy déli módokat, nyugati elvárások szerint ítéljük, vagy tanulmányozunk, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Tehát nem hiszem, hogy ez nagyon gyorsan meg fog történni. Beszéltél arról, hogy a drogfüggőség kezelésében lehet alkalmazni ezeket a szereket. Ugyanakkor vannak az a kapcsolatban is érdekes kutatások, hogy a palliatív ellátásban, tehát a haldoklók kezelésében is használják. Te pedig dolgoztál sokat ezen a területen. Hogy látod a pszichedelikus szereknek a szerepét a haldoklók ellátásában? Ki van mutatva, hogy például vannak bizonyos gombák, ilyen gombaorvosságok, vagy gombaszerek, amik, hogy az emberek a halál előtt utolsó hetekben beszedik, sokkal nyugodtabban és sokkal nyíltabban állnak a halál szemben. Mert
ezek a szerek mind úgy működnek, hogy valahogy kinyitják a lelket, kinyitják a szívet. És azokat a szorongásokat, amiket életünk folyamán kiépítettünk és beleéltünk, egyszerűen el tudjuk hagyni valahogy. Tehát én nem azt állítom, hogy ezek egy valamiféle panacea, ez mindent tud orvosolni, és én nem állok itt, mint egy proféta a shamanik orvosságnak. Csak azt mondom, hogy van bennük sok fantázia, van bennük sok lehetőség, ami az emberiségen sokkal többet tudna segíteni, mint sok. És én teljesen elismerem a nyugati orvostannak a nagy sikereit. Hát nem lennék orvos, hogyha ezt nem látnám. És tényleg csodálatos dolgokat tudunk tenni. Nem az a baj, amit tudunk, az a baj, amit nem tudunk. És nem akarjuk tudni. Tehát én csak azt mondom, hogy nyissuk ki a szívünket, nyissuk ki az elménket, nyissuk ki a szemünket, és nézzük tárgyilagosan azt a bölcsességet, amit az emberiség már évezredek óta kifejlődött. És ne gondoljuk ki ezzel a nyugati, északi szemtelenséggel, hogy csak amit mi tudunk, az számít, és amit a mások tudnak, az nem számít. Ez a baj. Mennyire fontos az idő, ami a szertartás után következik? Tehát akkor is még így nyomon követed azokat, akikkel ezt végigviszed? Ja, nézd, épp azért kezdtem ezzel a szerrel dolgozni, mert amikor megnézzük, hogy ezek a szerek hogy voltak használva az Amazonba, az nem úgy volt, hogy idegenek összejöttek egy éjszakára, beszélték ezt a szeret, aztán reggel pedig hazamentek, anélkül, hogy ismernék egymást. Ez mind a törzs keretében történt, ahol mindenki ismerte egymást, ahogy volt egy kultúra, amiben mind részt vettek, ismerték a sámánt, aki ott lakott a faluba. Tehát volt egy kontextus, amiben ez történt. Na most itt a nyugaton ezek a szemoniák úgy történtek általában, hogy általában idegenek, nem ismerik egymást, összejönnek este, beszedik ezt a szeret, csinálják a szeremoniát, ha a szeremoniát csinálják, vagy csak a szeret szedik be, és reggel hazamennek. Tehát a kontextus nincs ott. Pedig itt már nyugaton, észak-nyugaton, már mint a világon, úgy értem ezzel, hogy Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, stb. Mi olyan lelkileg és érzelmileg komplikált emberek vagyunk, és egy olyan zaklatott és szétszakadt társadalomban lakunk, hogy tényleg sok bennünk a szorongás, a lelki baj, az elválás a testünk és a lelkünk között. Tehát itt valahol szerepe van a pszichoterapiának is, a szeremoni előtt és után. És itt találtam az én szerepemben ebbe, tehát mikor én ilyen elvonulásokat vezetek ezzel, mint amit teszem 2-3-szor egy évben, ezek egy hétig tartanak, és az első nap nem iszünk ezt a szert, hanem csak megbeszéljük, hogy ki jött itt miért, mik a céljuk, mik az indokok, hogy miért jöttek ide, mit akarnak saját magukról kitalálni, megtalálni, milyen belátást kerestek, és ezt megbeszéljük, és segítem nekik ezt feloldani, kinyitni, megérteni, és a ceremónia előtt pedig pontosan segíteniek kell az embereknek, hogy a szándékokat pontosan azonosítjuk, hogy milyen szándékkal, milyen kívánattal kezdik a ceremóniát. Hagyom egy példát. Egyik ilyen visszavonuláson részt vett egy magyar zsidó eredetű 70-es korában élő amerikai billionaire, aki körülbelül 50-es éveikben, vagy 60-es éve elején rájött, hogy annak dacára, hogy billionaire, milliárdos. Nem boldog? Egy ki elégetlen életet él.
egyik legnagyobb fájdalom az volt, hogy az apja eltűnt anélkül, hogy neki búcsút kellett volna. Most az apja 44-ben tűnt el, vitték munkaszolgálatba Oroszországba, és ott halt meg. Ekkor az a gyerek 6 éves volt, aztán. Élet folyamán benne volt az az érzés, hogy az apja elhagyta. Mert legalább miért nem mondott, miért nem búcsúzott, miért nem ölt meg még egyszer. Tehát a szándéka az volt a ceremónia kezdetén, hogy tapasztalja az apját. Tapasztalja az apja szeretetét. Na most, a ceremónia alatt volt egy látomása. Engem nem érdekel, hogy ennek mi az igazi valósága, hanem az érdekel, hogy mi az érzelmi valóság ebben. A látomás az volt, hogy látta az apja testét, az apja be volt fedve egy köpenyekbe, és a köpenyekben volt egy levél, amit a fiának írt, ami azt írta, hogy fiacskám, nagyon szeretlek, és azért nem búcsúztam el, mert olyan gyorsan vittek el a munkahelyből, hogy nem tudtam azért jönni, hogy téled elbúcsúzok, de nagyon szeretlek téged. Ez neki nagyon gyógyuló volt, ez a látomás, ez az érzés. Megtalálta saját magába, ami mindig ott volt, de az zárta magát tőle, az apja szeretete. Tehát neki ez volt a szándéka. Valaki másnak esetleg az lett a szándéka, hogy a gyerekkori traumáját megnézhetje. Megmondom, az én lányom, aki most 25 éves, részt vett egy ceremónián. Én nem voltam ott, szerencsére. Általában nem javaslom, hogy családtagok együtt csinálják ezt. És ehhez hozzá kell fűznem, hogy mint egy apa, egy szülő, mikor gyerekeim kicsik voltak, annak dacára, hogy imádtam őket, szeretem őket, nem voltam az a szülő, aki ezt a elfogadást és a nyugodt szeretetet tudtam a gyerekeknek ajánlani, mert túl sok stressz volt bennem. És a lány és a feleségem is között sok stressz volt. És ezt a gyerekek átélték, és ezt beszívták. Hát a lányom nagyon félt a ceremóniától, de és sok félelmen és sok nehéz pillanatai voltak, de egyszerűen egy pontban meglátta a gyerekkorát, meglátta azt a sok szomorúságot, amit gyerekkorában tapasztalt, de azt is meglátta, hogy a szeretet ott volt mindig. Csak akkor mi nem tudtuk neki nyújtani, úgy, ahogy akartuk volna. Tehát felnőtt szemmel nézte a saját gyerekkorát. És ebben van a gyógyulás. Mikor tapasztaljuk a gyerekkori fájdalmainkat, de mint felnőtt elkíséri saját magunkat a gyerekkorban. Tehát ilyen dolgok történhetnek a ceremóniák alatt. Van olyan ember, akinek nem ajánlod, hogy részt vegyem? Van olyan ember, aki az akinek pszichózus betegsége volt, például szkizofrénia, annak nem akarná, mert ez ki tudja váltani. Akinek nagyon gyenge az ego strength, tehát hogy mondják? Jó kérdés. Ego erős. Ego erőssége? Ereje? Ego ereje. Az teljesen szét tud ezzel... Erős egyeniség? Foszlani. Mm. És... Az tessék? Én határ. Jó. Milyen határ? Én határ. Én határ, köszönöm szépen. Vagy azoknak, hogy például akinek mánikus betegsége volt. Eleinte ezt nem tudtam, és tényleg volt valaki, aki részt vett a ceremóniában, és utána ilyen mánikus epizódja történt. Mm. Tehát ezeket, na most, ezzel hozzáadom, hogyha tényleg lenne 8 hónapon velük tölteni, akkor megpróbálnám, meg akkor tudom, hogy tudnám őket gondozni utána, és visszaápolni az egészséghez, és esetleg megtaláljuk a bajaiknak a forrását. De csak egy hétig vagyunk együtt, és utána már nem tudom őket kezelni, tehát abszolút nem engedem, hogy ilyen emberek részt vegyenek a ceremóniákban, ahol én szerepet játszok. De általában ez elég kevés. Az ibogain az egy kicsit veszélyesebb. Tehát az ibogainnal például, akinek szívbetegsége van, abszolút nem szabad részt venni. És ki is kell vizsgálni a szívüket először. És az ayahuascával is, akik
egyes országok, aztán neki az SSRI, depresszív anyagosságok, az se szabad. Úgy néz ki a legutolsó kutatások szerint, hogy esetleg mégis szabad, de inkább a biztonság oldalán tévedünk, és meg kék az emberek hagyják abba ezeket az országot, mielőtt szemmel eljönnek. Én szeretném átadni a mikrofont a közönségnek, biztos sok kérdésetek van Gáborhoz. Itt van a mikrofon, és ez a hölgy segít itt nekünk a mikrofont odavinni annak, aki jelentkezik, hogy van kérdése. Senkinek? Hát akkor megyünk haza. Akkor menjünk haza. Valaki? Épp leghátul. Én nem látom. Egyébként itt két lehetőség van, hagyjunk meg valamit erről. Itt két lehetőség van. Egy, hogy abszolút nem érdekel téged ez a téma. Ez az egyik lehetőség. Másik az, hogy érdekel és vannak kérdéseik, csak féltek nyíltan kimondani, mert úgy attól féltek, hogy esetleg hülyének fogjuk téged nézni a kérdése. Reméljük a második. És ez a második, ez honnan ered? Attól, hogy gyerekkorban nem szabad hibát követnek, mert szülők nem fognak téged elfogadni. Tehát ez csak azt mutatja, hogy mennyire él bennünk a múlt. És a lelki felszabadulás, akár a szerek segítségével, akár meditáció segítségével, akár pszichoterapia segítségével, miből áll? Az abból áll, hogy a múlt ne korlátolja a jelenünket. Na. Kérdés? Igen, az volt a kérdésem, hogy az ayahuasca kapcsán átjöttem Terence McKenna-nak a munkáján is, és az a dózis, amit... Megkérlek, hogy kicsit hangosabban beszéljük. Az a dózis, amit Terence McKenna-nak kitalált ezzel az ayahuasca-val ülve az Amazonasban, ez a transzcendens tárgy az idő végén, hogy ez mindenkinél más. Erről van egy kérdésem most, hogy így letelt ez a 2012-es felhaltás. És hogy így tapasztalod esetleg még az ayahuascával kapcsolatban, hogy megvan ez a mindenkinél egyedi transzcendens tárgy, ami az idő végén ott vár, egy ilyen ayahuasca tip közepén. Aha, tehát persze én, mint pszichoterapista és orvos, nem ember, főleg a gyógyítás a célom, De az nem jelenti, de persze itt van egy másik kérdés, amire te most tapintatsz, ami a spirituális kérdés, a transzcendentál eseménynek, vagy tapasztalatnak az átélése. Megmondom, én magam azt a szeretetet, azt a világszeretetet, amit tapasztaltam, akkor ez egy transzcendens valami volt, ez nem egy orvosi dolog volt, ez egy transzcendens, lelkileg spirituálisan transzcendens valami volt, és mint egy jó zsidó fiú, én háromszor láttam a Jézust, aki szintén egy jó zsidó fiú volt. Nem úgy láttam, mint hogy hallucináltam volna, tudtam, hogy az ayahuascából ered látomásról volt szó, de háromszor még nekem Jézus is, és mind háromszor volt nekem egy üzenetem velem szemben. Harmadszor nem hallgattam meg, illetve meghallgattam akkor, de nem követtem azt, amit mondott. Nagyon-nagyon megszenvedtem utána a dolgot. Mert mi volt a Jézus? A saját lélekemből eredő látomás, és bennünk az igazság, a valóság mindig ott van. A baj az, hogy nem tudunk rá figyelni. Tehát amikor ő nekem azt mondta, hogy ezt és ezt csinálj, vagy ne csinálj, hogy ez fontos, ez nem fontos, hogyha ráhallgattam volna, sok szenvedést megszóltam volna saját magamnak és másoknak is. Ez egy transzcendentális tapasztalat volt, de az nem elég, hogy a tapasztalat meglegyen, az is kell, hogy az ember ráfigyelje. Remélem választottam a kérdésedet. Gondoltam, még egy kérdés, látom. Mennyiben más az ayahuasca által átélhető élmény az LSD vagy a mescaline által átélhető élménytől? Hogy megérül valamit. Ez teljesen igaz, hogy
az LSD hatása alatt, vagy a meszkulin hatása alatt embereknek lehetséges, nagyon hasonló események történnek, tapasztalatok. De amikor a sámán barátomtól megkérdezem ezt a kérdést, amit te nekem vetettél fel, ők azt mondják, hogy az LSD egy ember által gyárt anyag, az ayahuasca egy természetes anyag, és az ayahuascának van egy lelke. Ők beszélnek a madre ayahuascáról, az ayahuasca anyáról, ayahuasca mamáról. És az LSD-be ez hiányzik ő szerintük, tehát a hatás a természetes anyagnak, aminek lelke van. Ez az ő szavék, nem az én szavam, az én orvosi fejem indulkod, nem nagyon fog fel, de nekem nem kell felfogni, nekem nem kell megíteni sem mindentől, elég az, hogy látom a hatását. Például leírtam a lányomnak a tapasztalatát, a sámán mit látott? A sámán azt látta, hogy amikor a lányom a fájdalomba és a kétségbe volt akadva a szermony alatt, egy ördög volt az egyik vállán. És amikor abban a pillanatban, amikor jött a belátás és az öröm és a boldogság, azelőtt, egy pillanat előtt a sámán egy angyalt látott ugyanazon a helyen. Tehát ők beszélnek a növénynek a spiritusáról, a lelkéről. Na most, mikor erről nekem mesélnek, azt mondom, miért fenét beszélsz nekem ördögökről, angyalokról, én nem látok semmit. De hát persze nekik vannak erre szemük, nekem nincs. Tehát, ha én tőlem kérdezem a dolgot, azt mondanám, hogy valószínűleg nagy különbség nincsen. Hogyha tőlük kérdezik, azt mondják, hogy nagy különbség van. Következő. Két kérdésem is lenne. Hol vagy? Hogy ha valaki epilepsziára hajlamos, annak ajánlanádám, akár Általában nem azért, mert ezzel volt nekem tapasztalatom, hanem azért, mert amikor az ember megnézi a honlapokat, a különféle ayahuasca központoknak Perúban, mind azt mondják, hogy epilepsziával nem javasolják. Mert persze ki tudja, hogy mit vált ki ez az orvosság, egyszerűen félnek tőle az emberek. Nem tudom, mi lenne a hatás, de én nem merném javasolni. Lehet, hogy valaki van, akik bátorabb, mint én vagyok, de én nem tudok róla eleget, hogy ezt javasolni tudnám. Hát tapasztalat sincs erről. Yeah. Nincs erről. Szintén epilepsziás esetnél egy Feldmer-féle LSD terápiát. Tessék? Feldmer LSD terápiát esetleg. Milyen terápiát? Feldmer-féle, tehát ahol 1500 mikrogramnyi LSD-t. Az LSD-vel? Ja. Igen. Ja. A Feldmer dolgozik sokkal többet az LSD-vel, mint én dolgoztam soha az LSD-vel, tehát ez nem is tudok hozzászólni. Köszönöm. Szívesen. Itt előbb is van egy kérdés. Tiszteltem. Szóval én először is önt, ha nem haragszik, akkor inkább gyógyítónak azonosítanám, mint orvosnak. Megmondom, miért látom ezt így. Számomra a gyógyító az a megértés segíti a lelki dolgok iránt. Az orvos meg hát ilyen gyógyszeres kezelésekkel próbálja elnyomni azt a fajta érzelmi dolgokat, ami az emberben van. Ez a különbség esetleg. És azt szeretném megkérdezni, hogy mondta, hogy az ayahuasca szertartásra kapcsolatban, hogy van szenvedés oldala, és akkor melyik erősebb a szenvedés, vagy a felszabadulás? A szenvedés ez egy ilyen relatív, vagy mi az, hogy relatív valami máshoz?
Relatív. Relatív, oké, valami. Jól beszélek magyarul, látszik. Jobban, mint gondoltam. Viszonylagos. A szenvedés csak azért van, mert nem akarjuk az, ami történik. Jó, rendben. A másik kérdés... Valami nem fejeztem be, bocsánat. Csak elkezdtem. Tehát maga az, hogy valakinek hasfájása van, az nem baj. Csak akkor baj, hogy nem akarja hasfájást. De mindig azt tanácsoljuk a résztvevőknek, hogy legyél kíváncsi, hogy mit akar neked mondani ez a hasfájás. Mert valamiféle energiás blokk van ottan, elzáros van ottan, és ki kell nyitni. Hogyha rezisztálod, hogyha ellenzed, hogyha nem akarod, akkor az ott marad. Hogyha engeded, akkor meg ki fog nyílni, és el fog múlni. Tehát a szenvedés az nem egy objektív valami, hanem azért van a szenvedés, mert nem akarjuk az, ami van. Mert a fájdalom nem ugyanaz, mint a szenvedés. Ez az első válaszom. És tényleg azok, akik aztán ezt meg tudják érteni, ez nem könnyű megérteni az emberi fejnek, de akik megértik, azok rögtön meglátják, hogy mi van a szenvedés mögött. Mi az igazság a szenvedés mögött. Egy. Kettő. Én nyíltan megmondom a résztvevőknek, hogy engem nem érdekel, hogy neked tetszik-e vagy nem tetszik ez az esemény, ez a tapasztalat. Engem az érdekel, hogy mit tanulsz belőle. Mert aztán, hogy mit tanulsz, mi az, amit haza tudsz vinni ebből. Na most hagyom egy példát. Volt egy résztvevő az egyik ilyen ceremóniában, tavaly, most márciusban, igen, visszavonulásomban, aki egy nő volt, 40-es éves nő volt, aki azt mondta, hogy azért jött, mert teljesen gátlásba érzi magát, hogy valahogy az élete le van zárva, sok akadályt tapasztal, nem tudja, hogy a saját kreativitását, lelkét, hogy kell segíteni, kibontakozni. És azért jött, hogy ez megtanulja. Na jó. Hát, ezt megbeszéltük. Az első ceremónia alatt, a ceremónia után pedig feldolgozzuk, hogy mi történt a ceremónia alatt. Következő nap beszélünk róla, hogy mert az én szerepem az, hogy előkészítsem az embereket, és utána segítsem nekik megtalálni a tapasztalatok értelmét. Mert nem a tapasztalat számít, azt számít, hogy mi az értelme. Na most ez a nő, megkérdezik a nő, hogy mi történt. Hát nagyon dühös volt. Azt mondta, hogy semmi nem áll volt, mint egy szihadelikus trip. Láttam, hogy egy szihadelikus, színes indiai elefántot. És én nem azért jöttem ide, hogy szihadelikus indiai elefántokat lássam. Na most nem tudom, hogy tudod, ki ez az indiai szihadelikus elefánt. Épp tegnap volt az ünnepe Indiában. Ez a hindu isten Ganesh, akinek mi a szerepe, hogy a gátlásokat és az akadályokat eltávolítja. Ezt a nő, mikor figyelmeztettem rá, hogy emlékeztetem rá, ja, ezt tudtam annak idején, azt mondja. Hát tudalat épp akkor is tudta a szemmelő alatt, de ő elhatározta, hogy ő tudta, hogy milyen tapasztalatot akar, és milyen tapasztalatot nem akar. Tehát mikor megjött ez az Isten, ez a hindu Isten, hogy eltávolítja az akadályait, a gátlásait, nem akarta látni, inkább haragudott. Tudod? És ezért szenvedett. Ez egész a dühös volt, és szenvedett. Hát mikor ezt megmondom neki, akkor csak nevetett, enyhülten nevezett, tudod? De tehát ez a szenvedés nagyon viszonyos, nagyon relatív, és abból áll, hogy mi ellenzünk, vagy ellenállunk a tapasztalatainkkal szembe, és nem fogjuk el. Na most, a kérdésednek egy másik része, hogy kinek van kellemes és szép látványai, látomása, és kinek nem. Ez megint relatív valami, mert például nekem voltak olyan tapasztalatok, amikor nagyon szépeket és kellemes dolgokat tapasztaltam, és aztán voltak, amikor tényleg alig bírtam ki. De az nekem nem érdekel. Ez engem a dolgnak az értelme és a leckéi érdekelnek, nem az, hogy valakinek tetszik vagy nem tetszik a tapasztalat. Jó? Még esetleg egy olyan kérdésem lenne, hogy lehetséges-e az, hogy ugye kinyílik a szív egy ilyen szertartás alatt,
és esetleg megmutatkozik a lelki potenciál, de ugyanakkor az anyagi erő is ott van, és ez a kettőnek a ütközése okozhatja esetleg ezt a fajta fájdalmat vagy szenvedést, hogy a lélek az ez ilyen, az anyagi energia meg olyan. És ez a kettő ez nem összeegyeztethető, ugye, bár a test az összeidegzett a lélekkel, de mégse azonos. Itt tudod, hogy nem az anyagi létünkről van szó, mert ahogy mi tervezve vagyunk, ahogy a Istenek minket terveztek, mi a anyag és a lélek között nincs különbség, nincs elválás. A baj az, hogy a gyerekkori tapasztalatunk miatt belünk van iktatva, nézd, a Buddhának van egy nagyon félelmetes képe, egyszer egy ilyen beszédével kimondott, elképzeljük három embert, két nagyon erős és izmos, és a harmadik pedig gyengébb és kevés izmos, és ez a két erős ember húzza, vonja azt a gyengébbet egy szakadék felé, és ő be fogják dobni, és ott meg fog halni. És ez a gyenge ember próbál ellenzeni, próbálja magát megmenteni, de nincs meg az ereje hozzá. Most a Buddha azt mondta, hogy ez a gyengébb ember, ezek az erősebb emberek az úgynevezett habit energy, a szokásainknak az energiája, a szokásainknak az elejét képviselik, és a gyengébb pedig a mi képzetlen, vagy nem eléggé kifejlődött agyunk, eszünk. Tehát az a tény, hogy én ezt a szeretetet tapasztaltam, az nem azt jelenti, hogy ez velem maradt. Most már itt állok, mint egy teljesen felvilágosult. Úgy nézek ki, de nem az vagyok. Hanem tényleg a harag és a gyűlölet, ezek mind visszajöttek. Mert ez volt bennem szokásos. És a szorongás, és a félelem, és a többi, ezek visszajöttek. Mert ezek benne van, itt volt az idegeimben, a testemben, az agyomban. Tehát ehhez munka kell később, valamiféle praxis kell később, hogy azzal a belátással, azzal a tapasztalattal élni tudjunk később, hogy ne csak egy emlék legyen. Tehát maga a ceremónia és az a tapasztalat nem fog minket örökké megváltoztatni, ha csak nem nagyon szerencsésen vagyunk, de legalább megmutatja, hogy mi lehetséges. Megmutatja, hogy mi az igazság bennünk. És ez már egy nagy szó. Elstoppod. Még egy utolsó lesz. A védikus írások alapján, nem összeláltam, védikus írások alapján az anyag és a anyagi élet és a lelkivilág között az a különbség, hogy a lelkivilágban megmutatkozik a Szácsitanand, ami hát így három részre osztja az örökké valóság, az örök tudás és az örök boldogság. Ezzel szemben az anyagi világban ugye nincsen örökké valóság, minden megbetegszik, megöregszik, elhal. Nincsen örök tudás, majd a felejtünk minden esetben, és nincsen örök boldogság, csak időleges. És a lelki világ az valójában, most az anyagi világ csak a tükre, egy ilyen leképeződés, egy ilyen kor. És nem egy tiszta tükre. Nem egy tiszta tükre. Yeah. Ez nem én, csak a védák. Ez szépen mondtad, érthetően és szépen, ékesen kifejezted. Nem fogok hozzászólni. Nem vagyok annyira tapasztalt a védik filozófiával, hogy ez hozzászólok. De értem, hogy gondolod, és általában egyetétek vele. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy szerinted miben rejtőzik ez az antagonisztikus ellentét a spirituális és ősi tudás, tehát inkább a keleti kultúráknak a tudása, és a nyugati ilyen tárgyalagos meg empirikus tudományok között? Hogy miben rejtőzik? Először is ez a anyagi életnek az egyik tétele, mert tulajdonképpen szenvedünk és nem akarjunk szenvedni.
és amikor nem akarunk szenvedni, akkor elzárkózunk az igazságtól. De főleg azért, mert ahhoz, hogy a lelkünk nyitva maradjon, ahhoz az kell, hogy ne szenvedjünk és ne bántanak minket gyerekkorunkban. Mert már azért elmondtam, amikor bántva vagyunk, vagy nem vagyunk megértve, vagy nem látják a lényünket, az fáj nekünk. Anélkül, hogy tudnánk, hogy fáj, de akkor mi lezárkózunk. És itt én szerintem így történik nagy részben. Tehát egy bizonyos mértékig ez csak az életnek az egyik ténye, hogy ez valamiféle szeparáció, elválás történik a lelkünk és a tudásunk között, de nagy részben azért van, mert mint kisgyerekünk, és nem a szülőnk hibája miatt, de mindannyian elvesztünk valamit, és mit vesztünk el? A saját magunkat, a lelkünket. És aztán élet végéig keressük azt, ami mindig itt is volt, és mindig itt is van. De ezt tudom mondani, de az nem azt jelenti, hogy tudom mindig élni. Mondtad a legelején, hogy nagyon sok betegségnek lelki okai vannak. Yeah. Az a kérdésem, hogy hogyan lehet, ha egyáltalán lehet bekategorizálni a betegségeket az alapján, hogy lelki eredetűek, avagy nem. Tekinthető például egy megfázás, egy egyszerű megfázás lelki eredetűnek, illetve a kettő között különbségről, hogyha egy kicsit tudnál mesélni ez. Nézd, a megfázásról van szó, ez nem is vitás, hogy azok az emberek, akik stressz alatt vannak, sokkal inkább kapnak megfázást. Miért? Mert az a stressz fizikailag lenyomja az immunrendszerüket. Mert a stressz az nem csak egy lelki vagy pszichés élmény, hanem a stressz azt jelenti, hogy mi az a mirigy, ami a vesén, adrenal mirigy? Mellékvese? Oké, okay. Mellékvese mirigy, a kortizol. A kortizol ez a mellékvesének a mirigy, amit a stressz alatt a mellékvese gyárt és küld a testbe. A kortizol pedig csökkenti az immunrendszernek az aktivitását. Na, miért vannak az emberek stressz alatt? Sokszor, mert túl sokat akarnak csinálni. És túl sok nyomást tesznek saját magukra. Vannak külső stresszek, persze. Például. Vannak külső stresszek, de sok stressz belül is jön. És tehát nem lehet mondani, hogy a megfázás csak egy fizikai betegség. Mert mind a kettő összejátszik. Na most persze, kell ehhez a vírus is. Kell ez a vírus is. De a vírus magában nem magyarázza meg a betegséget, mert két ember beszívja azt a vírust, egyik náthát kap, másik nem kap náthát. Vagy ugyanaz az ember egyik éve kap náthát, másik éve nem kap náthát. Tehát ez egy üzleti kérdés. Nagyon kevés betegség. Na most például, hogyha itten hirtelen háború törne ki, és valaki egy atombombát ejteni Budapestre, akkor sok ember radiation, sugárzás, sugárzási betegséget szenvedni. Ez nem lelki dolog, ez sugárzás okozta. Sugárfertőzés. Tessék? Sugárfertőzés. Sugárfertőzés kap, ja. Ez fizikai valami. De nagy részt a betegségenek nem ilyen dolgokról beszélünk. Tehát nagyon kevés a betegség. Ha mondom, vannak betegségek, például az anyám izomsorvadástól halt meg, 87 éves korában, a húga is, illetve a nőve is ettől halt meg, és most az egyik öcsém volt ez a diagnosztizálva, ez egy genetikus betegség, a családban van, és hogyha megvan a gén, akkor valószínűleg, hogy meg fog kapni a betegséget. Ez kevésbé lelki kérdés. Mind. De, hogy milyen erősek a tünetek, és hogy mennyire lépnek fel a tünetek, ez már inkább lelki kérdés. Stressz kérdés. Tehát nagyon kevés az a betegség, amiben a lelki életünk nem szerepel a komolyan. Marcell, és utána a piros polos. Azt szeretném kérdezni, hogy előfordult-e már, hogy egy ilyen pszichedelikus terápia, úgymond, tehát hogy rosszul sölt el
illetve erőszakra kell fordulni, és ennek az összefüggésben, hogy milyen arányban könyvelhetően el kell pozitívnak, illetve negatívnak az ilyen pszichedelikus terápiák, amiket folytatsz? Nézd, én csak a saját tapasztalatomról tudom beszélni, és általában rossz eredményt nem látok, kivéve azzal az emberrel, akinek mondtam az előtt, akinek egy mánikus tendencia voltam, és volt, és ebbe kivált egy mánikus epizódot. De általában, én nem azt állítom, hogy mindenki nagy sikere van ezzel, mindenkinek van a belátása és pozitív eredményei, de vannak többen, akik tovább küzdködnek az élettel. Mert egy hét alatt nem lehet mindenki minden problémát megoldani. De általában legalábbis azok, akik jönnek a mi ceremóniákhoz, a visszavonásokhoz, sokkal gyakoribb a pozitív eredmény emberek. És vannak egyesek, nem ritkán, akiknek az élete teljesen megváltozik. Na most hagyd mondjuk egy példát például. Van az úgynevezett, és nem is tudom, hogy már te esetek terülmúlod, amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Ezt fordítsd a magyarra. Nem tudom. Ez egy idegsorvadási betegség, ami halálos. Az ember megbénul benne. Valamiféle szklerózis. Nem a multiple szklerózis, egy másfajta szklerózis. Amiben az idegrendszer... Idegsorvadás, amiben az idegrendszeresen megbénul. Jött hozzánk egy ember, aki... Na most, ez tipikusan olyanokhoz történik, akik egész életükben szigorúan és rögzötten lenyomják az érzelmeiket gyerekkori események miatt. Jött az egyik visszavonásunkhoz egy 60 éves ember, és ez egy halálos betegség, 10 éven belül megöl, esetleg 2-3 évben is megöl. Jött hozzánk egy ember a ceremóniára, akinek nem a kezét és a lábait érintette ez a betegség, hanem inkább a nyelő képességét és a beszélő képességét, ezeket az izmokat, idegeket ártott a betegség, és nagyon nehezen tudott beszélni, és azt mondta, hogy én azért jöttem, mondod az első ceremóniát, mert élni akarok. Hát beszéltünk az életről, az ő életéről, stb. Megtette az első ceremóniát. És következő nap azt mondta, hogy mikor azt mondtam, hogy én élni akarok, azt hittem, hogy hosszabban, tovább akarok élni. De nem az a valóság, azt mondja. Az a valóság, hogy ameddig élek, a saját életet akarom élni. Nem egy hamis életet. Nem azt az életet, amit eddig éltem. Hogy mindig a másoknak akarom magamat szeretni, másokkal akarom magamat szeretni, és tehát elnyom saját magamat. És élt egy másfél évet, utána meghalt, gyönyörű másfél éve volt, és több levelet küldött nekünk, nekem és a sámának, hogy megköszönje, és a családja még a halál után is írt ilyen fajta levelet, hogy milyen szép volt az utolsó másfél éve az életének. Tehát az életmentő nem volt, de életmentő volt. Szervusz, nekem jó, köszönöm. Az a kérdésem, szervusz, hogy mi a véleményed Stanislav Lóf munkásságáról, illetve az általa kidolgozott holotróp légzés munkáról? Ja, brilliáns én szerintem. Ezt is tapasztaltam egyszer, én minden megpróbálok egyszer. Meséljünk el, közös, lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy mi az. Ez a holotrópus, mondd, hogy mi ez? Ez transz légzésként ismerik. Ugye a legtöbb helyen is Magyarországon a transzpersonális pszichológia úttörőjéről van szó tulajdonképpen. Hát a gyakorlatát nézve annyi, hogy mély szívhez szóló hangos zené kíséretében, órákon át, intenzíven, mélyen lélegzelésekből gyakorlatilag lebomlik a karakterpáncélja az egódnak, és megnyílik a spirituális világ előtted is. Hát ja, és skáláját életet meg. És sajnos, most októberben, illetve novemberben lesz Grofnak egy ilyen workshopja New Yorkba erről, és szívesen mentem oda, épp akkor csinálom a visszavonásomat az Ayahuasca-ba, tehát nem tudok oda menni. Én tapasztaltam ezt egyszer,
És ezt a Grof, az, aki aztán lengyel eredetű, vagy van? Csehszlovák eredetű, Amerikában él, és épp azért találta fel ezt a módszert, mert eltiltották, hogy az ilyen szerekkel dolgozom, tehát akart valami találni, ami megváltoztatja a test és az agy kémiáját annyira, hogy az ego kicsit eltűnjön, és az igazi érzések és valóságok feljönnek a felszínre. Tehát ő éppen ezt úgy tervezte, mint egy pótlék a szihetekös szerepnek a használata a helyet, ami tilos. Brilliáns, és sok-sok embernek segített. Persze ezt is, senki sem javasol, hogy menjél haza is, mélyen érkezéssel egyedül. De megint a jó kalahúz segítsége alatt, vagyis alatt, ez egy brilliáns technik, és tényleg én magam is szeretném. Egyszer tapasztaltam, és nagyon érdekes és mélyes tapasztalatom volt ezzel, és persze ehhez nem kell a szer, ehhez nem kell a törvényt meghágni, és tényleg nagyon segít. Tehát van benne sok fantázia, és nem csak fantázia, hanem sok tapasztalat mutatja, hogy mennyire tud segíteni. Én magam nagyon szeretnék egyszer vele találkozni, és tapasztalni hosszasabban ezt a folyamatot. Csak annyi a törvényt áthágjuk, nem meghágjuk. Áthágjuk? Igen. Akkor áthágjuk. Szövetkező. Ajúrhoz kell szeretnék. Kicsit közelebb a mikrofon. Az ajúrhoz kell szeretnék visszatérni. Yes. Az ajúrhoz élőben szeretnék visszatérni. És az érdekelne, hogy mivel több szertartáson vettél részt, hogy ezek az élmények, ezek hogyan függnek egymással össze, épülnek egymásra, vagy van ebben is esetleg egy ilyen fejlődés, vagy... Ja, van, épülnek egymásra. Ez élmény érdekelne, mert ilyen ember kevés van, aki sok szertartáson vett részt. Tényleg vannak olyan emberek, akiknek ez lesz az életpályájuk, de ez lesz mondjuk a spirituális praxisuk. És Brazíliában van egy templom, illetve egy vallás, amit a Santo Daime templomának vagy egyházának nevezték. Ezek az emberek minden héten ilyen szeremonára részt vesznek. És azt a tanulmányok kimutatják, hogy ezek az emberek kevesebb a függés, lényegesen kevesebb a függés, kevesebb az emberbetegség, mint egy hasonló lakosságban. Az események tényleg épülnek egymásra, és mélyebbednek, és olyan nincsen, hogy mi a valóság, mondjam el, barhon, mint egy kútnak az alaját, sose érjük el, ez egy végtelen folyamat, és mélyebben is mélyebben mehet be az ember, attól függ, hogy ezt akarod vagy nem akarod. Vannak, akik egyszer jönnek, és megkapták, amit akartak, vannak, akik tovább folytatják éveken keresztül is. Valakinél van a mikrofon? Az volna még a kérdésem, hogy én 2008-ban jöttem át Vancouverbe, lakik a nagybátyám. Igen. Éppen a East 60, meg a Main találkozásánál. Éve mire? Az East 60, meg a Main találkozásánál. Igen, East 60 is a Main, az East 60. Igen. És az volna a kérdésem, hogy én olvastam a Terence McKenna az Invisible Landscape-ét, mielőtt először a Ayahuasca-t vettem volna magamhoz. Oké. És meg így rengeteget olvastam, mielőtt az első experiment megtörtént. Aztán hazajöttem Magyarországra, és van egy barátom, aki multiplex sclerosis-szal volt diagnosztizálva. Az érdekes kérdésem támadt, hogy mi van akkor, hogyha ez a vírusos agyvelős forradás... Nem vírusos. Vagy ez az agyvelős forradásos történet, ez mindenképpen... Mi van akkor, hogyha ez mindenképp megszűnik azzal a dimetiltriptamin, ez a dimetiltriptamin extra bevitellel, ami az ayahuascával megtörténik. Szóval, hogyha úgymond
mondjuk így serkentjük az üregpályák működését, illetve ezzel, tehát az önkifejezéssel az ayahuasca tripről szinte, mint hogyha megint belekerülnénk abba az állapotba, tehát azzal, amikor elmeséljük a saját tapasztalatunkat az élményről. És szóval azt akarom csak kérdezni, mit gondolsz arról, hogy a multiple sclerosis-szal szenvedőknek például ez az idegpálya serkentő ayahuasca, a dimetiltriptamin dózis, ez segíthet-e, vagy hogy van esetleg? Először is én nem ismerem barátodat, de ismerem barátodat. A test lázadásának egyébként, aki, ha már eszembe jut, említem, hogy aki könyvet lesz szívesen dedikálom utána, de a Tesla, megkérek, vagy nem így kérlek, javasolom, hogy vedd meg neki a Tesla lázadása című könyvemet, aminek a második fejezete a szklerózis multiplexről szól. Kivétel nélkül azok, akik ebből szenvednek, olyanok, akik, amit mondtam ezelőtt is, a másik szklerózis betegséggel kapcsolatban, akik gyerekkorban szenvedtek, akik gyerekkorban megtanulták, hogy nekik mindig nagyon nice-nak, nagyon kedvesnek kell lennie. Elnyomják a haragokat, elnyomják az érzelmeiket, és inkább a másokat szolgálják, mint saját magukat. Ezek azok, akik kivétel nélkül, ezek azok, akik multiple sclerosis kapnak, kivétel ezt a portrait képviselik. Ezt értse meg. Nem mint henceg is mondom, de nekem már többször kaptam leveleket, e-mailt, pacienseket az IRS Motus kérdező, hogy köszönöm szépen, de a könyved megmentette életemet. Mert elhagytam ezeket a szokásokat, amik bele volt, amik belém voltak iktatva a gyerek volt a szemben. Na most, amit az ayahuascát illeti, hogyha le tudja nyelni, és attól függ, hogy mennyire milyen hatása volt eddig a multiple sclerosisnak, hogy tud-e járni, tud-e felállni, tud-e lélegzeni a rendszer, ha nem, akkor félnék tőle, de hogyha igen, akkor semmi aggodalom nem lenne, hogy kárt okozna neki, sőt, én szeretném segíteni neki. A saját az önbelátással, és esetleg ez a transzcendens tapasztalat is, ami segít neki másképpen hozzáállni az életéhez. Tehát persze, ha olyanak kezelése vagy kalauzolása segítsége alatt csinálja, akiben bíznak, akik tudják, hogy mit tesznek, nem amatőrök, és akik tényleg tudnak neki segíteni és támogatást nyújtani a ceremónia alatt. Ezt mondanám. Én szívesen látnám őt, nem, ez lehetetlen, de ha barátod tudnám kérdezni, hogy gondolná, hogy tudná nekem segíteni, azt mondanám, hogy nem tud semmit ígérni, de én szerintem hasznod lenne ebből a tapasztalatból. Egy gyors kérdést én tennék fel, most jutott eszembe, hogy neked is van egy kis szenvedélyed, ami mondjuk nem a drogokhoz köthető, hanem teljesen más dolgokhoz. Ezekben volt. Tehát ezek szerint már ezen túl léptél. Túl léptem, igen. Áthágtam már a szenvedélyet. volt nekem több szenvedélyem, mert én szerintem a szenvedélyek csak külsőleg különböznek egymástól, de az agy központok és az érzelmi üresség és a fájdalmak és a félelmek, egyébként mindjárt mondjam, hogy valamit a félelem vagyok, egy másik ilyen szihetikus anyagokkal kapcsolatban. Ugyanazok. És nekem két fő személyem volt, egyik a munkamánia, egyszerűen féltem nem dolgozni, mert féltem az agyammal egyedül lenni. Miért? Mert babakoromban mit tapasztaltam, hogy egyedül voltam és nem támogattak, mert nem tudtak. Tehát féltem egyedül lenni, de mindig valamit csinálni kellett, olvasni kellett, tenni kellett, ide kellett menni, oda kellett menni, de csak hogy magammal legyen, annyi, hogy egy könyv legyen a kezembe, vagy valamit nézzek, vagy zenét hallgassak, vagy valamit teszek, csinálok, vagy mind a négyet egyszerre, attól féltem. Tehát ez a munkamánia. És miért szintén a munkamánia? Azért, mert nekem állandóan be kellett bizonyítani, hogy érek valamit ebbe a világba.
Na most hogy kaptam meg azt az érzést, hogy nem érek semmit? Azért, mert ahhoz, hogy egy gyerek úgy érezze, hogy ő ér valamit, hogy neki éhsége van? Hogy ér valamit? Ez hogy mondjam? Értéke van, bocsánat, igen. Értéke van. Az nem elég, hogy a szülő szeresse a gyereket. Arra is szükség, hogy a szülő boldog legyen a gyerekkel, a gyerek jelenlétében. Mert a gyerekek minden személyesen mennek. A kis csecsemők és a kicsirek minden személyesen mennek. Hogy a szülő nem boldog, az azt jelenti, hogy velem valami baj van. És esetleg engem a világ nem szeret, nem akar. Na most én pontosan ezt az üzenetet kaptam, hogy engem a világ nem akar. Na most, ha engem a világ nem akar, hogy tudom ezt pótolni? Úgy, hogy kivívom azt, hogy esetleg nem akarnak, de szükségük lesz rám. Hogy lesz rám szükségük? Én egy fontos és munkamániás orvos leszek, és akkor naponta bebizonyítják, hogy mennyire kívánnak engem. Nem azért, hogy ki vagyok, hanem azért, amit teszek. Tehát ez a munkamániának az alapja. A másik mániám pedig az volt, hogy klasszikus zenét vásároltam. Erre gondoltam. Igen. És ez nem esevic, mert mint tipikus személyi beteg, hazudtam, csaltam, becsempésztem a lemezeket a házba, hogy a feleségem ne tudjon róla, szembenézett velem, és mondjuk kérem, hogy megint vásároltam? Nem, én. És volt egy hét, amikor hiszem 6 vagy 7 vagy 8 ezer dollár költöttem lemezekre. Egy hét alatt. És képes voltam arra, hogy ott hagyom egy vajudó paciensemet a kórházba, hogy lemezt vegyek. Tipikus. És a gyerekeim milyen üzenet kaptak ettől? Tudom, miért ezt befejeztük ezt az estét, mi mind lettek győződve, hogy egy feltelenes ember előtt. Ez volt az igazság. És az üzenet a gyereketek az, hogy a lemez és a zene és az én örömöm fontosabb, mint ők. Tehát ez egy tipikus betegség volt, szenvedély, függés volt. Hát most már szerencsére, mondom, túléptem ezen, de ezt is fel kellett ismerni sem magamban. És mondani, hogy az ayahuasca tényleg segített ezzel. Okay. Ja, most a félelemre, hogy mondtad valamit? A félelemre kétszer mondtad, igen. Ja. Van még egy ilyen hagyományos szer, amiről szintén nem tudom semmit, 4-5 hónappal ezelőtt, ami úgynevezett varangyos béka szer. A nyílméreg békáról van? Igen, nyílméreg béka, ja. Tehát ez a varangyos békának a mirigye ezt gyártja, ezt a folyadékot, ezt kinyomják belőle Mexikóba, kiszállítják, és akkor beszívod egy pipával. Na most ez a legerősebb szer, amit valaha szedtem, mert ezt te nem tapasztalod, te nem is vagy ott. 5 másodperc előtt te nem vagy ott. Ott van, nem tudom mi, ott van az Isten, ott van a világ, ott van minden, de te nem vagy ott. Egyszerűen eltűnsz. Kb. 10 percig tart. Na most ezt megtettem egyszer Vancouverba, kb. 4 hónappal ezelőtt volt ott egy mexikói orvos, aki ezzel jött, és megcsináltuk. Ha van, akkor én megpróbálom, amit mondtam. Akik ezt látták, akik ott voltak a tanúk, akik ezt átéltek velem együtt, én szívtam akkor, de egymás után csináltuk, mert csak 15 percig tart, 10 percig üvöltöttem. És mikor magamhoz tértem, és azt mondta egyik barátom, aki ott volt, hogy akinek tanulja volt, hogy ilyen félelmet, ilyen terrort egész életben még nem látott soha. Ez volt 69 koromban, 4 hónappal ezelőtt. És mikor magamhoz tértem, azt mondtam a résztvevőknek, hogy én annyira félek, bennem annyi félelem van, és egész életem alatt bennem annyi félelem volt. Ezt elből tudtam, de sose tapasztaltam, hogy mennyi terror, mennyi félelem volt bennem, és ez mennyire
homályozta a cselekedeteimet, az életemet, a reakciómat, stb. Mi ez a félelem? Az a félelem, amit én tapasztaltam, az visszamegy az üvegházhoz, visszamegy az első évnek a tapasztalathoz, visszamegy még ahhoz, amikor az anyámnak a méhébe voltam, és ő félt. És ő félt. És ezt a gyerek beszívja. És tényleg nagyon örültem ennek az, nem akarom élménynek hívni, de tapasztalatnak, mert ez volt a valóság. És minél többet tudjuk a valóságot, annál inkább megszabadulunk. Tehát ez is egy ilyen szer hatása alatt éltem át, és mondom, nagyon hálás vagyok ezért erre a tapasztalatra. Nekem az lenne a kérdésem, hogyha már szóba jött a Szent Odály Mélyegyház, vagy a Jézus, Buddha, stb. Ördögök a vállon, szóval, hogy mint, hogyha nem veszi dolgozásnak, mint orvosember, mint pszichodelikus felban tapasztalt ember, hogy nem konkrétan a vallására vagyok kíváncsi, hanem hogy a nézete, ahogy ehhez viszonyul, hogy jó, nyilvánvalóan azt levettem a szövegéből, hogy nem monoteizmus felehajlik, hanem... Hogy nem mi? Nem monoteista vallás felehajlik, hanem konkrétan... hogy látja a világon túli világot. És hogy ezeket a gondolatokat hogyan közvetíti mondjuk a gyerekei felé. Nézd, először a gyerekeim már felnőttek is, nem is akarják hallani, hogy mit gondolok semmiről. Mert nekik kell megtalálni ezeket a valóságokat, nem tudom nekik átadni. Ha kérdezik, meg tudom, de ők már eleget hallgattam engem. A túlvilági világról. Nézd, az én agyam, az én tudatom nem megy oda. Mikor az emberek a túlvilági világról beszélnek, én nem tudom, hogy miről beszélnek. Nekem ez a világ elég. És én meg tudom érteni, hogy mi történik ebben a világban, anélkül, hogy én a túlvilágra hivatkozok. Na most, ha valaki azt mondja nekem, hogy ő tapasztalta a régi életét, ami ezer évvel ezelőtt történt, nem vitatkozok vele, de amíg én tapasztalom ez valahogy, ez nekem ehhez nem fog hozzám szólni. Tehát ilyen dolgokra én mondjuk nem válaszolok, nem azért, mert vitatkozni akarok, vagy tagadni akarom, csak azért, mert ez az én tapasztalatom teljesen kívül van, és az én fejem nem fogja fel. Mert csak ezt tudom elmondani. Tehát nem. Egyszerűen az én összeállásom, az én agyam, az én eszembe, az én tudomhoz, ez nem beszél valahogy, tudod? Anélkül, hogy én ezt másnak a tapasztalatát megcáfoljam. 15-20 évvel ezelőtt vitatkoztam volna. Most már nem vitatkozok. Elfogadom, hogy nem kell nekem mindent megérteni, nekem mindent megtapasztalni. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedet, vagy nem. Lehet, hogy rosszul tettem fel. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy szóval nem magán a halál utáni dolgokra voltam kíváncsi, hanem hogy maga istenekben hisz esetleg, szellemekben, egyéb entitásokban, vagy hogyan viszonyul ezekhez? Nézd, amit mondom, a sámán barátjaim, akikkel együtt működök a szeremoniák alatt, ők látják a szellemeket, látják az angyalokat, látják az ördögeket, én nem látok semmit. Illetve, hogyha látom Jézust, és tudom, hogy ez egy látomás. Nem hiszem, hogy ott van a Jézus fizikailag. De ők fizikailag látják ezeket a dolgokat, és nem csak az egyik látja, mind a három látja. Megegyeznek egymással. És itt nem mondok nekik reggel, hogy mi a fenyőről beszéltek itt. Tehát én nem hiszek az ilyen dolgokat. Na most az Istenről, amikor beszélünk, az Isten egy nagyon veszélyes szó. Na mit jelent az Isten? Nézd, gyerekkoromban én dühöntem, mikor valaki az Istenről beszélt nekem. Na én azt mondtam, hogy van egy örökható, mindentudó, mindenható Istenünk,
akkor miért pusztultak el a nagyszüleim Auschwitzba? Akkor vagy nem ítható, vagy nem minden tudó, vagy nem jó. De mind a három nem lehet. Tehát ezt logikus fejjel így látom a dolgokat. Most, hogy idősebb lettem, és nem olyan dühös, rájöttem, hogy az Isten fogalma mögött van valami valóság. Nem esetleg egy lény, aki ott ül a mennyekbe és dobja a villányokat a földre, hanem van valami intelligencia, vagy van valami energia, kreatív energia a világban, aminek vannak egy bizonyos törvényei, és aminek az eleve, illetve a lelke, a szeretet. Ezt egyébként inkább látom. Nem tudom bizonyítani, nem tudom senkit erre rábeszélni, de ez a benyomásom. De mikor valaki Istent mond, attól függ, hogy mit hisz. Tehát ez az Isten szó, vagy mindent, vagy semmit se tud jelenteni. Azért én nem beszélek sokat az Istenről. Fogy az időnk, elég kevés időnk van. Van még valakinek kérdése a közönség? Egy gyors kérdésem. Ne, adjuk át azért másnak is a szót, légy szíves. Köszi. Nem, ott jön. Szervusz, Gábor. Szervusz. Meg szeretném kérdezni, hogy volt arról szó, hogy ajahuasca alkalmával meggyógyítjuk saját magunkat, illetve az ajahuasca szelleme gyógyít meg minket, illetve mindkettő, magunk és az ajahuasca. És hogyha ezekre válaszoltál, hogy hol lehet ezek közül a valóság, akkor azt is szeretném, ha válaszolnál arra, hogy mindezek felett a tudatunk hol helyezkedik el. A mi? A tudatunk. Magunkba, vagy valahol kint, ami lehet az ajahuasca szelleme, vagy a Akasha mező, vagy nevezhetjük bár. Nézd, itt nem annyira a tudatról van szó, én szerintem, inkább arról, hogy mennyire vagyunk nyíltak arra, hogy azzal szemben, ami történik. Tudod? Mert én magam, voltak sokan, akik mondták nekem, és hogy az ajahuasca szelleme megjelent nekik, és beszólt hozzájuk, és irányította őket, és kérték tőle, hogy legyen velem kegyelmes, legyen vele gyengéd, legyen vele szerető, ne bántsál engem. És erre az ajahuasca szelleme megölelte őket, és szerette őket, és óvta őket. Én megmondom, életemben egyszer sem láttam még a nyomát se az ajahuasca szellemének. Lehet, az én agyam erre nincs úgy beszervezve, hogy ez nekem lehetséges, de lehet, hogy még nem voltam elég nyílt erre, nem tudom. Tehát én szerintem itt nem annyira a hit vagy a tudat számít, inkább azt számít, hogy nyíltak vagyunk arra, ami történik. Ha nyíltak vagyunk, akkor akár a szellem, akár nem a szellem, valami jó fog történni. Ezt csak ezt tudom mondani. De tényleg az igaz, hogy itt nem csak arról szó, hogy belül mi van, hanem az is, hogy mennyire nyíltak vagyunk arra azzal az energiával szembe, ami esetleg kívülről belünk sugárzik. A sámánokon keresztül. És az ayahuascán keresztül. Még egy kérdésem volna, lehet, hogy kicsit furán hangzik, hogy mondtad, hogy a gyermekek koragyermekkorukban traumatizálódnak, és onnan származnak később a gondok. Gondolom, hogy csak vagy elsősorban felnőtt emberekkel voltál ülésen, vagy ilyesmi. Van-e bármi tapasztalatod arról, hogy mondjuk még gyerekkorban lévő egyedeknek segíthet bármi súlyos pszichotikus betegségükön, állapotukon egy ilyen ülés. Csak azért kérdezem, mert én mondjuk még a Gary Fishernek, és azt hiszem, hogy Kanadában dolgozottam 60-as években ilyen LSD, meg pszilocibin terápiában, ő ilyen nagyon, tehát nagyon pszichotikus beteg kisgyermekeknek adtak 5-6 fős felnőtt csoport ilyen szereket, és hát bámulatos eredményeket értek el. Csak mit gondolsz erről? Hogy jó, hogy még egy érdekel? Igen. Köszönöm, jó. Nézd, elhiszem.
De nekem egyszerűen erre nincs, amit mondtam azért, nincs meg az a kontextus. Mi van az ayahuasca a törvénytelen Kanadában? Tehát, hogy ezt csinálják, akkor ki tudok őket csinálni? Vagy Kanada kívül kell menni, hogy csináljuk? Tehát ilyen körülmények között nem lehet hozni embereket, akik a szülős betegségekkel küzdködnek. Egyszerűen nem lehet. Sajnos. Hogyha lenne egy kontextus, hogyha tényleg, amit mondtam, tudnám őket kezelni és óvni hónapig az esemény után, akkor más kérdés lenne, de nem így van. Odaért a mikrofon hozzá. Itt elakadt. Először is Sanyira szeretném reflektálni, megvan a könyv. Anélkül tudtad volna, itt van ez a testvázat. Bocsánat, kicsit hangosabban, jó? Jó, semmi, ez csak neked szólt, hogy megvan a testvázadás a című könyv, és megvásároltam, úgyhogy majd a Sanyinak az ismerősének el tudok küldeni, aki szklerózis multifektus szenved. Oké. Okay. Nekem volt egy rákbetegségem 3 évvel ezelőtt. Yeah. És akkor elutasítottam a kemoterápiás kezelést, sok minden oka volt. Yeah. Talán inkább megéreztem, hogy belehalok, meg ilyesmi. De nem próbáltam ki az ayahuascát, sok minden mást viszont igen. Na most, most már nem is tudom, most hál' Istennek babát várok, tehát fél időt, tehát egyes hónapos vagyok, viszont féltem a babámat. Yeah. Tehát, hogy most tehát, hogy most ez egy genetikai betegség volt, vagy hogy ő mit jel meg ezzel kapcsolatban. Talán konkrét kérdésem nincs is, csak ezt el szerettem volna mondani. Jó, oké. És mi fog történni. Oké. Okay. Köszönöm. Ennyi. Köszönöm. Yeah. Köszi. Ott még jelentkeznek a másik oldalon pont. Szeretném még kérdezni, hogy volt-e olyan összehasonlításra, vagy különbözőségeknek a megfigyelésére időt, hogy a dimetiltriptamin, ami az aktív komponens az ayahuascában is, meg a szilocybin kubenzis gombában is, hogy esetleg valamelyik könnyedebbé tette a trippedet, vagy hogy esetleg az önkifejezésekben, az entitásoknak a megismerésében, amit jönnek, ezzel a csatornával, ami megnyílik, illetve a valóság definiálásával kapcsolatban, illetve hogy a külvilág és a belvilág közötti folyamat. Ez igazából nálad, hogy melyik összetevőnél, tehát melyik, én úgy értem, hogy a gombánál, illetve az ayahuascánál, hogy néz ki, mert nekem úgy tűnik, ez az ayahuasca, amivel a folyadék formájában kerül a rendszerbe. Ezért valamelyest folyamatosabb a vizuális anyag. Tehát, hogy így azt szeretném csak megtudni tőled, hogy neked például önkifejezőbb a gomba, illetve az ayahuasca, mivel hogy a komponens a maga az a... Nézd, megőszintén, ez a kérdés nekem nagyon túl technikus, a technikai, tehát nem is tudok rá válaszolni. És engem, megmondom őszintén, lehet, hogy ez döbbentő, mint egy orvos tudósba, de engem mondjuk a technikai kérdések nem érdekelnek annyira, engem a hatások érdekelnek, és ezeket tapasztaltam, ezekkel dolgozott. Tehát nem, esetleg van egy jó válasz a kérdésedre, de nem tőlem, egyszerűen nem tudok rá válaszolni, és nem akarom összehasonlítani például a gombát, amit szintén tapasztaltam és segített nekem, de nem akarom összehasonlítani az ayahuascával kemikai módon. Egész más eset, egész más tapasztalatok, másképpen hatnak az agyba, és csak ezt tudom. Hát sajnos nem maradt több kérdésre időm ma este, ugyanis szóltak, hogy nem hamarosan ki kell üdítenünk ezt a termet. Még mielőtt berekeszteném ezt az ülést, elmondom, hogy Gábornak a programjai hogy alakulnak, amíg még itt van Magyarországon a héten. Szombaton délután 3-tól lesz egy könyvbemutató az Alle bevásárlóközpontban. Mi az? Ubri? A Libri könyvesboltban. Ez Libri? Bocsánat, kicsit.
nem tudtam kiolvasni ezt a szót. Mivel, hogy a Libri kiadó adja ki a Gábor könyveit, ez mondjuk logikus. És hétfő este 6 órától pedig a IBS színpadon a Nők Lapja Psziché Akadémián fog Gábor beszélgetni. Illetve hétfőn délután 1 órától a HVG online felületen, online chaten is fel lehet tenni azokat a kérdéseket, amikre itt esetleg nem jutott alkalom az idő rövidsége miatt. Online chat. Erről te se tudsz? Hát akkor... Nem tudok semmit, és a baj az, hogy azt már tapasztalálok, hogy nem tökéletesen beszélek magyarul, de még sokkal rosszabban írok magyarul. Akkor ez egy érdekes kihívás lesz a számodra. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz itt. De esetleg lesz segítsége. Valószínűleg, biztosan. És a Gábornak az új könyve a Szétszórt elmék címmel jelent meg magyarul, azt meg lehet vásárolni itt az előtérben, tehát akit érdekel Gábor új könyve, az meg tudja venni az előtérben. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy amikor elhagyjátok a termet, akkor várjátok meg egymást, ne tolakodjatok, mert nagyon sokan vagyunk itt, és nehezen fogunk tudni kijutni, tehát ez egy kis időbe telik, úgyhogy légy szíves, ne tolakodjatok, hanem szépen nyugodtan hagyjátok el a termet. Én nagyon köszönöm Gábornak, hogy itt volt ma velünk, szerintem tapsoljuk meg. És reméljük, hogy csapat eljön még hozzánk Magyarországra.